Eddig összesen 19 helyszín kapcsolódott be az Oculare projekt nemzetközi színházi felolvasóes sorozatba, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is. Madrid és Tel Aviv után Nyíregyháza is helyszíne lett a projektnek. A rendezvénysorozat célja, hogy teret biztosítson kezdő drámaíróknak. Az esten a közönség a Fiatal Drámaírók Háza nyílt névtelen pályázatára beérkezett, szakmai zsűri által kiválasztott drámákat hallgathatta meg. A projekt nyíregyházi megvalósulását a Vasvári Színjátszókör tagjai tették lehetővé, akik igyekeztek kapcsolatot teremteni a fiatal, kortárs drámaírók és a közönség között. A diákok számos versenyen, iskolai és városi rendezvényen megmutatták már tehetségüket, de a felolvasó színház új kihívást jelentett számukra. Nagyon jó közösséget tudhatok itt magam mögött, és az ő támogatásukra bármikor számíthatok. Nagyon sok projektben vettünk már részt, versenyeken, iskolai és városi ünnepélyeken, és úgy gondoltam, hogy egy teljesen más területen is szeretném, hogyha kipróbálnák a tehetségüket, hiszen nagyon tehetséges fiatalokról van szó. Évek óta figyelemmel kísérem már az Oculare projektet, melyet a Fiatal Drámaírók Háza szervez évről évre, sőt hónapról hónapra, és úgy gondoltam, hogy ezt a kis társaságot, akik itt a gimnáziumban működnek már évek óta, meginvitálom erre az estre egy felolvasó színház keretében. Nagyon nagy izgalommal készültek a diákok is erre az estre, hiszen ilyenben még nem vettek részt. A három egyfelvonásos szövegben közös, hogy mindegyik az emberi kapcsolatok valamely formáját dolgozza fel. Az írók számára ezúttal a forduló hívószava a forrás volt, de ez mindhárom szerző fejében egészen más témákat indított el. Az este folyamán egy idős hölgy magánnyomozásba kezd, miután pénzt adott egy telefonos csalónak. Egy magasrangú politikusnak választania kell, hogy a feleségét vagy az elnököt árulja el. Egy kamaszlány pedig szeretné megérteni, hogy miért kell folyton azt hallania, szeretlek. Gergely Gábor már 4 éve tagja a Vasvári Színjátszókörnek, ő ez alkalommal egy miniszter bőrébe bújhatott. Eddig még csak olyanokat csináltunk itt a színjátszóval, amikor egy teljes előadást megcsináltunk, és azt eljátszottuk, megtanulva a szöveget, de ez most teljesen más, mert itt csak a szöveget mondjuk el felolvasva, kicsit olyan, mint egy hangjáték, vagy mint egy szinkron, csak nyilván itt vannak nézők is élőben, és úgy kell felolvasnunk, és úgy kell elmondanunk, hogy ez beszippantsa őket, és egy nagyon izgalmas dolog ez, és remélem jól fog sikerülni, és közben pedig nagyon örülök, hogy megismerem az új kortárs feltörekvő szerzők műveit. Az esten elhangzott Geri Ádám, Utolsó vacsorák, Jámbor Alíz, Telefonos szodád, valamint Gáspár Bianka Ágnes, a Kakaós csiga közepe című egyfelvonásosa. A felolvasást követően a közönség szavazhatott a legjobb szövegre, és a véleményét is elmondhatta a hallott művekről. A legtöbb szavazatot ezúttal Jámbor Alíz kapta. A forduló végén összesítik a különböző helyszínek győzteseit, és a legjobb szövegből egy egész estés előadás születhet majd.